Eredetileg kelta aratási ünnep volt az őszi napéj egyenlőségkor. Íme a szobaszerviz, amit az ifjak rendeltek. Szobaszerviz! Ha nincs más kívánság, nem akarom, hogy máskor is zavarogjatok. Ki nem állhatom a rakoncátlan kölyköket, és nem bírom az idegeneket. Akkor nem gondolt erre, amikor hotelt kezdett üzemeltetni? Vigyázz a szádra, közel állsz hozzá, hogy rakoncátlannak tekintselek. Már is hiányzik. De kajában nincs hiány. Kajetlet hiába! Bevették. Pszt, Vilma, te vagy a köret. Tudod, a hatás kedvéért. Na, éppen erre céloztam. Olcsó rémület. Senki mást nem zavar, hogy elsilányítjuk a Halloween-t. Nem. A Halloween lényege a buta mulatság. Az elsilányítás nélkül mi is lenne a Halloweenből? Egy ősi aratási ünnep? Nyamba a telsárgú gyökereken kéne nyammogni. A nyamba a telsárgú gyökérről jut eszembe. Hol van Fred? Én nem megyek ki. Tudjátok, hogy vagyok a Halloween-nal. Fred, ugyan már. Az én irtózásom a Halloween-től legalább logikus. Számomra. Egyébként is lehet, hogy ma nem kerül sor rejtélyre. Diana, mindig sor kerül rejtélyre, és te is pontosan tudod, hogy Halloweenkor sosem járhatsz a végére. Az lehetetlen. Mindenki állarcot visel. Nem mondhatod meg a rejtélyét a kúszó kéznek. Kísérletet kéz! Pazar, ti mindig egy hajóba neveztek. Hagyjuk ezt, srácok. Mindegyik Halloweenkor dugába dől valami. Lincoln szelleme igazából... Tami, megvan a cukros? Mit művel van a szárnyak? Na jó, szeretném, ha mindenki sorba állna magasság szerint, hogy letéphessem az arcát. Mondom, hogy itt hevert a holttest. Maga réges, ah, hogy tudod rám találni? Na jó, akadt néhány kudarcunk. De merő véletlen, hogy mind Sam Hain-kor. A hajdanán így hívták az aratási szezon végét. Igen, Fred, gyere velünk egy kicsit. Kiengeded a gőzt, és az is lehet, hogy a végén még aratsz valami sikert. Jó, megyek. De rejtély kizárva, nem mintha számítana. Szuper, legalább lesz, aki cipeli a cuccot, amit Scooby-val bezsebelünk. Nem jössz velünk. Nem nagyon értem, kit akarsz kifigurázni. Ha megint dzsimbelni akarsz Halloweenkor, akkor jó móka, ha téged személyesítelek meg, amikor úgy döntesz, hogy zombinak pingálod ki magad. Na hát, tényleg tudtam követni. Kikezdhetetlen logika. Fred, az az érzésem, hogy nem mondod el, mi minden zajlik le benned. Nem, Vilma, jól vagyok, csak hát, tudod, van valami az állarcban, ami valamiért zavar. Lehet, hogy kerülni kéne a csődületet, amíg Fred le nem higgad. Várjunk! Távol akartok tartani a cukorkától! Ez nem lehet. Az a ház... Ez lehetetlen. Nem úgy fest, mintha sokat látogatnák. E szerint... Több marad nekünk. Srácok, ne! Hát, tudod, nem hiszem, hogy vannak lakói. A gyermeki félelem bombás illat. Ez a legjobb, amit kínálhat egy Halloween éjszaka. Az! Fred, mi folyik itt? Hosszú mese! Váljunk szét és saljuk el a tömegtől! Ha legközelebb azt mondom, nem megyek ki, akkor nem megyek ki! Egy éhes bonya csapdába ejtett! Milyen az íz, amit a félelem keltett, ha? Mi van? Mi nem vagyunk elég jók áldozatnak? Komolyan? Te üldözöd őt? A füleim megtévesztenek, hogy az ifjak kötekedni